persze Murphy törvénye, nem csörömpöl az autó, most semmi hangja nincsen, úgyhogy nem tudom megmutatni, hogy tegnap hogy mentünk végig a városon, mint egy ilyen lakodalmas menet. Úgyhogy Zolika írt az előbb, hogy nem ér rá sajnos, vagy hát igazából pálcája nincsen. Elfogyott a rozsdamentes pálcája, ugye ebből hétfő délután vagy kedd délután lesz, de Jenőzi is úgy át akartunk menni, úgyhogy nem jövünk hiába. Jenő az mindig tanít minket, de azt úgy, nem úgy kell érteni, hogy hoz egy alkatrészt, és akkor mondja, hogy ez, hanem olyan módon tanít, amit te soha nem felejtesz el. És például a leggyakoribb dolog, amivel tanítani szokott minket, hogy feltesz egy találós kérdést, és ott hagy. Egyik ilyen például, mikor tök mindegy mit csinálunk, odajön, és mondja nekem például, hogy kérdezi, hogy Szabi, tudod, mi ez a villany, milyen az az izzó, ami benne van az autó? Mondom, persze, hogy tudom, mi az. És bazzak bekérdez egy olyat, és hogyan működik? Hát mondom, hát hogy, hát áramot kap, és akkor világít. De nem, hogyan működik, és ott hagy. Egész nap hagy téged, őrlődsz, gondolkodsz, tiszta ideg vagy, és utána meg elmondja, hogy van, és ezzel az egész folyamattal úgy megtanítja neked azt csak az egy pici dolgot is, hogy hogyan működik, hogy az életben nem felejted, és megérkezve Jenőhöz, azzal sokkolt, amit majd mindjárt megkérdezünk, ezen kattog az agyam, mindjárt mondjuk neki, hogy mondja már el nektek is ezt a találós kérdést, és a következő videóban fogjuk elmondani, hogy mi is rá válasz, de mi se tudjuk, és ezen őrlődünk már 10 perce. Mögöttem egy gyönyörű szép ezüst X5-ös X-Drive látható, amiről már mindjárt Jenő megint mesélni fog nekünk, hogyha ráér éppen, és most megkérem, hogy mondja el nektek is azt, amit nekünk, mert jár bennünk az ideg. De igazából itt van Jenő. Szívem. Mondd már egy kérdés, Jenő, mit kérdeztél tőlünk? Hát azt a kérdést tettem fel, hogy van ez a kérdés, hogy minden autóban van egy kis Volvo. Mindegyik autóban egy kis Volvo, és nagyon vigyázz az autó, hogy jár, hogy minden jobb beletegy ezt. Minden nap hozzájöttek, ti is látjátok. De melyik az alkatrész? Minden autóban van egy kis Volvo. Szabi nem tudja, síkideg, már nem is mondom már neki. Majd kitalálja. Mert én mondom Jenőnek, tegyük már fel ezt a kérdést nektek, hogy hát, ha ti tudjátok rá a választ. És mondom Jenőnek, de akkor majd mondd el nekünk. Köszönöm, nem, hát akkor nektek sem mondom el addig. Hát mondom, majd, ilyen nincs. Majd eldöntöm, megmondom. Úgyhogy ez a nagy kérdés, hogy mi az az alkatrész, ami minden autóban van, és Volvo alkatrész. Látjátok is, minden nap is hozzá esettek. Ez a kérdés, ez a jó kérdés, hogy melyik az alkatrész, vagy mindegyik automárkában, mindegyikben ott van, olyan Volvo, melyik az a Volvo alkatrész, vagy mindegyik automárkában ott van, és ezért mondják, hogy minden autó van egy kis Volvo. Írjátok. Ennyi. Írjátok majd a kommentációban. Igen, alulra, mert ver az ideg. Szóval múltkor már elkezdtük ennek az X5-ösnek a javítását, el is mondtuk, hogy mi van vele. A rövid történet az, hogy elszakadt egyszer a lánc, meg lett javítva. A bonyolult a története, azt nem mondom még egyszer, tehát meg lett javítva, egy másik szakmihez megjavították. Tudni kell, a blokkoló D3 blokk, ez az alumínium blokkos, ez a motor, az első alumínium blokkja a dízelni a BMW-nek. Ez egy alumínium blokk, de vannak benne acélhüvelyek, gyálak bele van öntve, úgy van kimunkálva. Na most ő, mivel elszakadt a lánc, és összeverte a hüvelyfalát, és így újra kellett hüvelyezni. Ilyenkor azt csinálják, tudni, hogy egy hüvelyt nem hüvelyezünk, mert ezt kifúrják, az egyik henget, belenyomják az új hüvelyt, bocsánat, az megtojásítja a következőt. Tehát mindegyiket ki kell fúrni, és csak hatot lehet, vagy egyet sem. Most ezt mindent ott kifúrták, meghüvelyezték, megmunkálták teljesen jó. Csak történt egy kis probléma. Ugye ez a hengernél látjuk az obi időn, hogy ennél nincs probléma. Tehát színben van az alumínium blokk és a fém hüvely, ennél viszont már megsüllyedt. Ennél még jobban megsüllyedt, ennél minimálisan, ez megint megsüllyedt. És amint látjuk, hogy megsüllyedt, itt fölül nem volt neki tartása, tehát hogy mivel megsüllyedt, itt tudom elmagyarázni, mivel megsüllyedt, itt már csak hogy az alumínium kis hús, ez tartotta a kompressziót. És egyszer csak átszakadt. Itt látom, egyszer csak átszakadt, onnantól elkezdte mozgatni a hüvelyt is, széttört a hüvelyt, darabokat megette, átment a motoron, a hengerfején, átment a turbon,
mindent legyírkott. Most ez innen elnyitom, hogy javíthatatlan az autó. Vettünk be egy bontott motort, általában jó állapotú motort, egy angolos autóból. Ilyen 240-50 ezer van, azt mondta a bontós, de mondta, hogy ment az autó, tehát szép állapotú, jó a motor. Tényleg úgy volt, mert le is fényképeztem a tulajdonképpen, hogy kibontottuk a motort, és tényleg a belső olyan volt, hogy nem az a fekete olajság, alumínus színű volt a belső, ami hengerfest, nagyon szép állapotú motor volt, és az a motor kapott egy új komplett vezérlés, tömítés, amit szoktuk, megcsináltuk vele. Két hét leállás volt, most már jár a motorja, mindjárt beindítjuk, ne boruljál, fővigyelsz. Na, menjünk a motorzba. Itt a motor, már mindjárt be is indítjuk. Amit tudnék az ilyen javításokról, ember megtervezi motort, a motorba egy nap, két nap, öt nap, hét nap kész van. Na jó, mivel egy X-es motor, kalterem van a diffi féltege, minden, az szét kell az egész futómet bontani, és jönnek a bajok, ugye órán két helyen folyt az olajból, az órán meg a száján mondják, és belefolyt a szilentekbe, a szilenteket megett a fene, tehát futómű javítás. És akkor észrevettük, hogy ez egyik polvidő szét van szakadva, a féltengeret szétszettük, kimostuk, kiszállítottuk, megnéztük, milyen belső jónak tűnt még, úgy új polvidő, zsír, és akkor az is jó. Ezek az a munkák, amit az ember nem lát előre. Mindent rendbetettünk rajta, beindítod már. Most már indul, és tényleg nagyon szép hangja az autónak. Kifogó még nincsen rajta, de nagyon szépen duruzsol. Mindjárt beindítjuk, ha beindul. Ilyenkor szokott az, hogy frankó indul, túl, hogy jön itt, ezt nem indul le. Na most ez fog indulni az olyan. Tehát én úgy gondolom, hogy jó motort rakni össze. Az ilyen hőverzésnek nem látom értelmét. De azonban megcsinálok egy autót, mit tudom, ez lesz egy másfél millió szerintem. Egy és másfél közt le biztos lesz. És nem látom azt, hogy az jó lesz. Annál is volt a probléma, hogy kimunkálták az alumínium blokkot és belepréselték a hüvelyt. De nem préselték bele ütközésig. És szép hasonlóan megsüllyedt. Ugye elve nagyon fontos, milyen hüvelyt tesznek bele, de gondolom, hogy megvan már a gépműnek a tudáshoz, hogy milyen hüvelyt tesz bele, de az alumínium nagyobbat tágul, és belesüllyed. Biztos megvan az, hogy hidegen teszik be, melegen teszik be, milyen tűréssel, meg még ragasztják is gondolom. Ahol ezt komolyan csinálják sorozatban, szériában, és nagy a tapasztalat rá, azok rám merném bízni, de amíg lehet venni egy olyan autót, ami bontatlan, tehát nem vettük hengerfejet le, blokkhengerfejet vettünk, azt öltöztettük föl, meg turbocsejtünk rajta, az is tönkrement, abban nagyobb szíve kiadom, hogy itt van, kész van, és akkor jó. Erre nem mennék rá esküdni, hogy megvan hűvelyezve, és akkor vigyétek. Nem. Pólasztokat bevizsgáltam, úgy lett kódolva. Tehát amit tudtunk, megtettünk. Összepakoljuk, és szerintem hétfőn átjuk az autót. Ennyit kell tudni róla. Akkor inkább kérdezek, mert valószínűleg ez valakinek az agyába ez felötlik ez a kérdés. A régi motorból, ugye, hogy ilyen állapotban van, attól függetlenül valamit fel lehetett használni, vagy semmit ehhez? Hát két dugattyú kuka, négy dugattyú megvan, mondjuk. Négy hajtókat tudok csak mondani, jó, megvan, hogy a 5-es 6-os hengerben röpködtek a vasdarabok, amelyikre ráharap, akkor megrugyan a hajtókkal. Elég, ha egy kicsit megrugyan a hajtókkal, nem is nagyon látod rajta, és ez a két hengerre csökken a kompresszor, nem jár fél dugatja addigra, és nagyobb a káros tér. Tehát négy hajtókat mondjuk tudnánk használni. A fő tengelyt, hogy tudjuk használni, nem szívesen tenném be, mert hogyha az a vasdarab az hiányzik onnan, odaütötte mondjuk a blokk meg hengerfej közé már pedig odaütötte, akkor lehet, hogy kapott a főtenge egyet, hosszú főtenge, lehet, hogy utána ütni fog. És akkor szétrázza magát. A mag négy hajtókat dugó. De az is kukáznám én szívesen. Akkor a turbo azért ment tönkre, hogy a fémdarabokat beszívta? Az átment rajta. Puh. Így. Persze, kapott egy turbót is. Elég drága javítás lesz. Igazából ez onnan indult, nem lett félzők, mi látsz kicserébe annól. Nem a tulajt kibászott, mert megvette, és elszakadt egy pár éve. És onnantól már nem a régi szerelőt is szidom, mert sose szidom, így sikerült. Megkülvezték, tehát nem is a szerelő hibás érte abszolút, nem a szerelő, tehát nem a szerelő, aki összerakta, a gépműhely végzett kritizálta munkát. Ő is rossz szándékból, hanem hibázott, mindenki bázik. A szerelő meg jó szándék összerakta, én azt mondom. Tehát nem a hibás, szerelő hibás benne, ez így történt, ez kész. Most rendbe lett téve, kapott egy friss motort,
egy papíros montos motort, körbeöltöztettük mindent, amit kellett megcsináltuk. És akkor álltam a Kuncsefnak, hogy most már jó lesz. Akkor még milyen munkafolyamat van, amit még el kell végezni most rajta? Futómű, talpra állítani, össze a motorteret még, kimosni alul fölül, próbaút, lemossuk, diagnosztika, minden jó, minden frankó. Akkor szólok, hogy jöhetnek érte. Hétfő, kedd, mert jöttük. Már várják már régóta, de hát mire még motort találtunk, az se egyszerű. Mert motort lehet találni, de most ugye az a baj, hogy én veszem a motort, én fordítot nem teszek rá, amennyi kapom, annyi adom, meg számot is adnak róla. De ha én veszek egy motort, vagy nem tudom mi, eladom a Kuncsefnak, mondom nekem is mondtam, hogy számot másfél millió, a motor összetolja magát, azt mondja, hogy jaj, most tettél belőle másfél millió forint egy motort. Tehát az arra kell figyelni, mit teszek én is bele. Meg lett csapályázva a lánc, meg lett minden csinálva rajta. Akkor egy teljes full generált kapott, úgy, ahogy mindig is szoktátok csinálni. Igen, igen. Csapágy, lánc, tömítések, szimeringek, minden, amit ilyenkor meg tudod csinálni, lánckerekek, minden. Tehát magyar maradt a motor, hengerfej, főtengely maradt. Minden más kicsértünk. A 2.50 kül van már, azt mondta a bontós, tényleg szipod a belse, tehát most 2.50 nem teszek össze 250 km-es csapágy egy autót. Mert nem. És ezeket mind kicsértük benne, és akkor szerintem jól lesz az autó. Meg folyt az olaj az órán, meg a száján két helyen. Az egész csúnyt olaj volt. Szétszedte a lengőkkal a gumiszennyet, a gumiszennyet, hogy az nem olajálló, a lengőkkal azt jelent. Azt is szétszedte, azt megcsinálják, aztán még futóállítás, megnézni, úgy adjuk át, hogy jó. Enni az autón, azt tudni kell, mert ekkora kerék maradtam, mert úgy néz ki jó. Egy rossz futóállítás, az rátesz egy litert fogyasztásra. Az mit jelent? Az hogy érted? Hát, hogy... Mert négy kerék így farag, és mintha húzna hátra valaki. Ezt azért tudom, mert ez a túl egyszer jött, hogy örökké dobálja 4x4 jelet. És akkor nem volt neki igazából baja, alkatrész baja. És akkor nem volt más baja neki, csak egy futóállítás kellett neki. És abba hagyta. Mert a kormányszeget figyeli, a négy kereket figyeli, mindent figyel. És mert közben bedrézett az összkerék, az X-ráj rajta, és kikapcsolt. Futóját be lett állítva rajta, egy liter elvett kevesebbet, és megszűnt a probléma. Nem kell be alkatrész. Ennek a tulaj mondta, mert Erdélyben jár ki vele, és akkor mondta, hogy egy liter eszik kevesebbet. Ma nem farag a négy keréket. Négy ekkora keréket, tudod, mekkorát farag. Mint egy futót húzni. Most figyelj, mondom, egy futót húzni. És ha szalad az autó, ennyit jelent. Ha sok autón azt mondják, sokat teszik, mondom, lökjük már meg, így megy az autó, meg kell futónak csinálni. Az egy fél liter, 8 deci legalább. Mert nem kérem vagánykerék alá, csak a gyármélet, és akkor megillem 5 decit. De én akármit tudok trükközni egy autóval, gázol részül, vagy minden frankul, és mondom, na, akkor sokat teszik. Hát a gyári kereket kérek alá, nem csak gumit, kereket is kérek alá, mert más neki a karakterisztikája. Gyári kereket kérek, gyári gumival kérek rá, gyári keréknyomással, meg egy jó futóállítás, és úgy szalad az autó. Hát nekem a 39-ben, ha megvan pakolva, rá van az emblema téve, ha megvan pakolva, írja sok cucc, sok ember, akkor 2-7-3-2-re kell fújni a kerekeket. A hátsót 3-2-re, az első 2-7-re. És akkor garantálja a gyár a fogyasztást. Tehát én 2 felekkel megyek, 3-2 helyett, ugye akkor rengeteget elmegy a gumi, elvisz, meg melegszik is a gumi. Tehát valaki elmegy hosszú óta, nézem, mennyire kell fújni a kereket, senki nem nézze be, ups, és akkor megy. És akkor nem jó az autófogyasztás, hanem mennyire volt fújva a kerék. Hát a gumicsavagy fújtam, mondom, nézd meg, légy szíves, mert nézek, hány cucc van benne, hány ember, és oda fújt ki a benzik otthon, és csodát fogsz látni, jó fújja, az a fogyasztása, ennyi az egész. Most ez hülye kérdés, akkor valaki elmegy nyaralni 5 személlyel csomagokkal, felfújja, és utána visszajön, akkor vissza le kell ereszteni? Hát így van. Tehát megpakod a hátulját, beleütök 5-en, utaztok benne mondjuk 5-600 kilót beletesz-e, most 6 mázsa gondol, de az 6 mázsa mennyit nyom a gumin. És a laposabb a gumi, az így jár a gumi, alul fölül. Melegsz a gumin az őrűt, meg rengeteg gördülős vesztesége van neki. Tehát ezt senki nem csinálja ezt. Hát elindulsz az autóban, nézett, tele vagyunk, 5-en megyünk, van a cucc, kinyitod az ajtókát, ott van kizé, hogyha 5 kis emberke van, meg 6 darab csomag, írja a nyomást, fúj fel addigra, annyira, ahogy kell menni. Senki nem csinálja, szerintem senki. Sem. A pótkereket csak szokták megnézni, hogy fel van-e fújva, megyünk Görögország, vagy Horvátországba, vagy fel van-e fújva, vagy kerékkulcs van-e nálunk az úszott dolog, vagy fel van-e fújva, meg hány báron van az is. A pótkereket meg tedd a kettő közé nyomásba. Ugye már egy durran ki, azért ott legyen a valahol. Asztal. Hát megint tanultunk valamit. Kicsi dolgok ezek. Senki nem csinálja, de én se szoktam. Bölök, azt lemegyek. De tudom, hogy így kell.
De én is szoktam belőle, azt lemegyek a stományban van benne, de ezt így kell csinálni. Az a érdekesség. Minél nagyobb az autó, minél szélesebb, annál fontosabb a kerék. A nyomás, meg a futóállítás. Nagyon fontos. Ez is 20-valány mázsa. Keresztben a kerekek rajta, forrag, mint az állat, zabál. Ja, most, hogy a kerekekről beszélünk, ugye régen nagyon nagy divat volt az E39-ekre, meg az enyémben is nagy kerék volt, hogy minél nagyobb 18-19-20-as kerekeket is volt, aki rátett, az tényleg gyilkolja a kerékcsapágyat, meg az autónak a futóművét, a nagy felni, nagy gumi. Ezt úgy kell képzelni, hogy amikor mérnök az sok-sok órát, meg sok-sok ezer eurót, hogy mi lehet kitál egy futóműre, az kiszámolja, hogy hol a tömeg középpontja a felnének. Hogy amikor alászoljuk a kormányt, az nem csak így csinál, hanem így billent is. Most gondolj azt, amikor széles kereket akarsz így elbillenteni, vagy így akarsz billenteni kereket. Tehát arra van kitalálva. Ma akkor más az autó, és én tapasztalatban tudom, megvettem 39-et, MP2-es, dízel MP2-es, úgy ment az autó, mint a madzagon húzták volna. 2500 volt benne, nagyon egybe volt. Kapott a kereken, elkértem a szomszéd császtól a kerekeit, ugyanaz a méret, ugyanúgy 17, ugyanaz volt a felnél, minden mérete, föltettem, és az autó már nem az volt. Tehát megszokod azt, hogy megy az autó, és az már nem az volt. És az már nem az volt, hogy ugyanaz a méret volt, de mégis utánygyatott kerék volt, más volt a tömege a keréknek, más a tömeg középpontja a keréknek. Ugye ki van találva a lengőkar, hogy az ugye úgy, mint a rugózatlan tömeg minél kisebb, amelyebb a csillapítás. Most az a keréknek más volt a tömege, a tömeg középpontja volt megint más. Nekem a gyári kerék van, gyári, és az úgy találtak ki a mérnök. Betesz egy nagyobb kereket, az tök jó néz ki. Nekem az E30-a nagyon néz ki az M5 kerék, de úgy mi az úton, hogy tragédia. De nagyon szépen lehet vele menni, tehát szép. Ha nem a gyári kerék van, az autó teljesen megváltozik. Például a komoly futóállítók, padok az úgy működnek, hogy felteszed a helyezéköket rá, kiválasz az autót, és megkéz, hogy milyen kerékkel szereted. És ő átszámolja a szögeket, hogy ott percekbe, fokokba mérünk, és ő átszámolja. Tehát aki mondja, hogy 18-os kerék van alatta, vagy 17-es, már más értéket ad. Az ilyen komolyak azok, azt már tudják. De a rugózás más lesz, és azt kell képzelni, hogyha ekkora a gumi, vagy ekkora, hogy megkülütés vissza. Tehát ugye a csillapítás, arról beszélünk, egyszerűen lengőcsapító, és van a guminak a csillapítás. Az a kettő adja ki egy kocsinak a kerekenként nézzük a csillapítását. Na most, ha a gumi csak ekkora, meg fújunk bele, ugye, nagyon jó, meg kell fújni, a reálisikátja ne csapja szét a felnünket, ott a rugózás szinten nullára lemegy. Tehát nem fog elnyelni semmit a gumi, az mind a csillapítót kell elnyelje. Azon kívül így fog pattogni, és szét fog jövelni, örökké ezt csinálja, szét fog az összes volt, nem csuklód benne, egy üzonlátás van. És kijönnek, hogy már megint tönkrövel, tehát még nagyobb kerék kéne rá, ami elforog. Tehát, amit kitalál a gyár, azt úgy kell, hinni kell neki. Lehet nagyobb kereket tenni, mert ír is nagyobb kereket rá, de ami oda van kis blankettáva téve, hogy mekkora kerékre, az ne akarjunk okosabbak lenni. Meg a gyári kerék, meg a replika kerék közt óriási különbségek vannak. Tömeg középpontban. Senki nem szokott foglalkozni. Tök jó néz ki, nagy külője van, szép fényes. Olcsó. De igen, meg olcsó. De mondjuk azt tudni kell, hogy némely gyári kerék törik, mint a ropi, utányat kerék meg nem röpi, nem törik. Tehát van ilyen is van olyan szíre kerek, hogy örökké törik. Aztán, de... Igen, meg föltesz egy nagy kereket egy autóra, ami nem rávaló, hogy elférjen a kerékjárba, kisebb gumit kell terára tegyél, és kisebb gumi, mivel nem rugol semmit, repednek a felnek. Ezt én tudom, kipróbáltam. Hetente eltört a kerék az E30-ba, tettem nagyobbat rá, azóta se törte. De hetente elrepett, most meg csak, mit tudom, 3 hónaponta. Jön a gödör, csatt. Egy gödör, 2 kerék eltört. Egy gödört. És mentem hegesztetni meg, hogy mi hegesztjük kereket, nem cseréljük, mert drága. A futóműrű tudni kell ennyit. És ez csak az első kerekes, hátsó kerekes film, az összkerekes még bonyolultabb. Meg majd hátját is kormányozza már. Micsoda? Hát az a BMW-k sok már hátját is kormányozza. Lassan így, gyorsan meg így. Be tudjál a parkolóba, hosszan meg jobb az irányváltása meg. Elét hátját kormányozza. Na, annak futóni tális be, tesó. Kapod azt akartam, hogy ott hát, nagyon komoly gép kell hozzá, mert nagyon oda kell tudni kell. Ott úgy elrontani az autó így az úton. Helyett a futómekről, jól elkalandoztunk a motorban. Nem baj, hát most ez is egy fontos téma, meg maga az autó is. Igen, a fogyasztás nagyon összefüggnek a dolgok. Mert helyen bocsánat, még jó a motort is, minden jó, és azt mondja, hogy figyelj, ez nem jó fogyaszt. Akkor ezt hagyjuk, békén nézzük az autót, és meg lesz a baj, biztos. De a két autó se fogyaszt egyformát, tudom, akár tök egyforma az autó, és nem fogyaszt egyformát, akkor ezt megcsinálják utána. Meg ennél a dízelnél nagyon fontos a hőfok. Tehát a hőfok nagyon fontos. Egy osztályon, aztán rátesz egy litert, úgy, mint a húzat.
lazán, így lehet lazán rátesz egy rossz termosztát, és nem írja ki rohadék, hogy hány fokos megy. Amikor nagyon rossz, akkor gyűjtsz rá, hogy örökké megy benne a kája. A kájával akarja magát felfűteni, de akkor sírja, hogy rossz a termosztátod. Tehát nincs annyi eszenek, hogy menjünk már két orosz száj 150-ne, és nincs csak 50 fokos a víz. Nincs annyi eszen, nincs meg benne egy programsor, vagy ahol ezt kidobja hibának, hogy rossz a termosztát. Fiatalban már benne van ez. Ezekben még nincs benne, megy 60 fokos vízzel. Vagy éppen belefagysz. És brutál zavál az autó. A dízel nagyon, ők egy dusít, nagyon beletölt és járatja minden. Ez zavál tőle. Múltkor csináltak egy iszatost, amit videóban mondja az ember, hogy visszahozzam, ez nem az ő autója, mert ez egy literre keves veszik, meg jobban megy. Hát nyilván valamit tettünk be a termosztátot. És ezeknél tudni kell, hogy ezeknél van a váltónak is termosztátja. De három termosztát van. Micsoda a váltóba? A váltónak is van termosztátja. Mivel ugye vízzel hűtjük a váltóolaját, hőcserélő van, ott van egy termosztát benne. Mert amikor mínusz 20 fok van, akkor ne hűtsük már. A ja, váltóolajnak is kell egy hőfokának lenni. És ennek annyira is van. Na mit mondjak még, valami sok hülyeség? Hát, ne, szerintem ennyire, ennyi egyelőre, elég 18 percnél járunk. Azt a mindenit. Hát köszönjük a Red Power Garázs, vagy a Red Power Akadémia mai, hogy mondják ezt? Szösszenetét, így van. Modulját, a mai modult. Az imént beszéltem róla, hogy nekem egy Touringom van, bár a Touring ugye az egy teherautó, egy családautó, és ide van írva neki, hogyha hány emberke van, hány csomag van, akkor hány bár kell. És írja, hogy mekkora gumit is tegyél rá, itt vagy mekkora gumi van, akkor mekkora kell fújni, ha akkora gumi van, akkor mekkora, és itt vagy, szabj jobban látja. 2,8. Meg... És 3,3. Igen. Ugye? Tehát 3,3-nak kell felfújni, majd felrobban a gumi. De akkor biztosítja a fogyasztás és az út tartást. Egy puha gumó így fog úszni, mint a kígyó. Ezért történik ez a jelenség. Ezért csúszik a seggenek mindene. Persze, még gyűrjék a gumi. És 3,3 az butlásoknak tűnik, de te 2,8-3,3, hogyha ez a méretű gumik vannak rajta, meg felni átmér, akkor van rajta 1-2-4-5 emberke, meg van még csomag. Akkor ennyire fújt föl. Ez a teljes terhelésnek mondja. Ezt az nem tudja senki szerintem, mert minden autóban az egyik ment. Szerintem ott van. BMW biztos, hogy ott van. De benne van minden autóban, de szerintem. Én megmondom, hogy én soha nem csinálom ezt, hogy bemegyek, aztán főfújom ennyire, mert hogy ennyien ülünk senki. Benne. Beülök, azt gyerünk. Én tudom, de én is csinálom. Folyó a csap, picsam. Vegyünk fel, az kész. De ha megfogod például, érdekesen, ha megnéznéd mondjuk egy hőfokmérő, vagy hány fokos a gumid, mert ugyanis új gumik vannak, megfogod egy hét, tehát elindulsz vele, megnézed hőfokmérő, hogy hány fokos a gumid, mondjuk egy olyan 2,5, annyi van fújva, gumisok annyira fújják általában, vagy 2,3, ott a 2,5, és akkor mennél vele egy 500 km-t, most már vagy 100 km-t, mondjuk menj egy 100-at, és akkor felfújod 3-3-ra, és vissza fog hűlni a kereked, biztos vagyok benne. Vissza fog hűlni a kereked. Mert amikor mély, nem tudom, ki fogdos térünk, hogy megy hosszú tengerre, vagy hosszú útra, szerintem senki nem szokta fogdos térünket, tűzforró gumid. Rohadt forgó. Egy olyan érintkezik a meleg aszfalttal, de viszont a menetszének le kéne hűteni, de nem tudja lehűteni, mert maga a gumi, hogy mozog, rengeteg hőt termel. Az meg veszteség. Biztos, hogy hidegebb a gumival jár. Hát mert tudjuk azt, hogy a gyelve fújódik fel. Most gondolod, itt 3-3-ra felfújod, egy szóba hőmérsékletre szó, 20 fok, 3-3-3-ra mondja, ha melegszik, mint a barom, akkor az fentebb megy. De ezt kéri, ide fújt fel. És így, hogy melyik, ugye 28, én meg az 5-30 díjra ugyanazt kéri a Touringra. Senki nem szólt eszmélni szerintem. Én se. Tehát én tudom, de nem mérem. És mindenki nem foglalkozik vele, én se szoktam foglalkozni. De kellene. De majd jövőre majd is fújom. Megnézem a videót, visszanézem és akkor felfújom. Igen, múltkor kerestem, nagyon szabadnak mondom, akkor kerestem amit a YouTube-on, melyik szoktam YouTube-ot tanulni. Böltem egy kérdést, hát engem adott ki. Na, mi most mi lesz? Most, hogy megvolt a Red Power Akadémia következő modulja, és megtanultuk, hogy miért is fontos a keréknyomás, vagyis a helyes keréknyomást beállítani minden használat előtt, amit persze senki nem csinál. Szerintem zárom itt ezt a videót, elköszönök, és megkérek mindenkit, hogy nyugodjon meg, ugyanúgy lesznek és folytatódnak a Red Power garázsos Vörös Jenők videók is. A következő videóban megint egy kérdezfelelek videó lesz a mesterrel, és az előző kérdezfelelek videó alól fogjuk kiválogatni a kérdéseket. Lehet, hogy több kérdés lesz, mert az előzőben ugye csak azt hiszem 10 vagy 12-t kérdeztünk, és hogy tartalmasabb legyen, és több kérdésre tudjunk válaszolni, vagy tudjon a mester válaszolni. Természetesen, ha nekem is tesztek fel, akkor válaszolok rá, és köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van.
aki nézi a videókat, aki csak annyit tesz tényleg, hogy a videóimban lévő reklámokat megnézi, mert az is egy nagy segítség. Úgyhogy kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttöt, délutánt, hételeit, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok! I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got his when he throwin' a fastball. Just